László Dankovics Diana vagyok. A Hamet-nél dolgozom 2011 óta, igazából az Alcoa-nál, mert akkor még külön Hamet nem létezett. Idén volt 10 éve, hogy a cégnél vagyok. Aztán kerültem az Arconichoz az első szétválás kapcsán, és a második szétválásnál pedig kerültem a Hamethez. Jelenleg Customer Service csoportban dolgozom, pénzügyön. Controls csoport a szűk megnevezése a mi csoportunknak. Minden olyasmivel foglalkozunk, főleg riportolós munkának tudnám leírni. Olyan szállítói számlákkal foglalkozunk, amiknek a kifizetése bárhol elakad a rendszerben. Tehát ezt kell kinyomozni és lejavítani bármilyen módon, hogy az a kifizetés megtörténjen végül. Ez a lényege végül is a mi feladatunknak. Ehhez nagyon sokféle rendszert használunk és riportot, illetve mivel mi Amerikának dolgozunk, tehát amerikai szállítók számláit kezeljük, ezért a supportunk is ott van helyileg, és indiai kollégákkal kell tartanunk a kapcsolatot, hogy ezeknek a számláknak a könyvelését végigvigyük, és kifizetés legyen belőle végül. Én ülök a laptop előtt 8-10 órán keresztül, igen, attól függ, hogy kellett túlórázni aznap vagy sem, tudtam-e végezni a feladatokkal vagy sem, és nyomkodom, illetve néha beszélek is, akár amerikai szállítókkal, vagy ezekkel az indiai kollégákkal. Van egy fülesem, amit ilyenkor felteszek a fejemre, és akkor ezen a Teams alkalmazáson keresztül beszélgetünk, vagy van egy másik alkalmazásunk, amit Jabbernek hívnak, és ezen keresztül szoktuk elérni az amerikai szállítókat. Hárman alkotunk egy kis csoportot, a Controls nevű csoportot. Abból a szempontból csapatmunka, hogy ismernünk kell egymás feladatait, tehát az az elvárt, és az a jó nekünk is, hogyha nem csak a saját feladatainkat ismerjük, és tudjuk csinálni, hanem a másikét is, hiszen hogyha a szabadságra megy, akkor muszáj, hogy helyettesítsük, mert napi feladataink van, nagyon sok napi kötelező feladatunk van, amit akkor is meg kell csinálni, és akkor is meg kell lennie, hogyha a másik éppen szabadságon van. Akármelyik feladat van nálam, vagy a csoporttársamnál, valahol összeérnek ezek. Tehát, hogy ő is tud az én dolgaimról, és ez fordítva. Tehát, hogy a szálak mindenhol összeérnek. Többiekkel is kapcsolatban állunk, mert az amerikai csoport azért nem csak mi hárman vagyunk, hanem a bővebb customer service, pontosan 9 vagy 10 fő, ezt most pontosan nem tudom megmondani, de nyilván velük is bizonyos ügyek kapcsán kapcsolatban állunk. Ők is ott ülnek körülöttünk, igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagy open office, és bármilyen problémánk van, akkor akár még átkiabálni is tudunk a másikhoz. Mindig törekedett a cég arra, hogy akár ilyen közös nagy csapatépítőket szervezzen, meg nyilván ez is csoportfüggő, de azért mindig olyan csoportnak a része voltam, ahol önállóan a kis csoport is törekedett arra, hogy azért találkozzunk és összejárjunk és tartsuk a kapcsolatot egyébként is, hiszen ez fontos a mindennapi munka kapcsán is, hogy jobban legyünk. Közgazdász diplomám van, idegenforgalmi szálloda szakon végeztem a Pannon Egyetemen. Pesten dolgoztam gyakorlaton ezzel a diplomával kapcsolatban. Mikor ott lejárt a gyakorlatom, akkor felajánlották, hogy meghosszabbítják a szerződésem, maradjak ott már, mint nem gyakornok, hanem rendes alkalmazott. Viszont nekem Pest nagyon nem jött be, úgyhogy én mindenképpen hazaszerettem, tőzsgyökeres fehérvári vagyok egyébként, mindenképpen hazaszerettem volna jönni. Ekkor
viszont tudtam azt, hogy ebben a szakmában Fehérváron túl sok lehetőség azért nincsen, úgyhogy alábbadtam az igényekből, és úgy voltam vele, hogy teljesen mindegy, csak valamit találjak itthon. Egy kisebb cégnél kezdtem én el a pályafutásomat, kb. Mint valami kereskedelmi ügyintéző. Ennél a kisebb cégnél körülbelül olyan 2 évet lehettem, ami nekem arra tökéletes volt, hogy ezután, amikor bekerültem a multi környezetbe, én azt meg tudjam becsülni, és azóta is abszolút megbecsülöm, mert azért érezhetőek a különbségek. Tehát sok szempontból egy ilyen környezet biztonságosabb hátteret ad és nyújt, mint egy kis cég azért. Meg sokkal több rétűbb a feladat, sokkal több előrejutási lehetőség van. Szóval nekem ez jobban bejött. Arra helyeztem a hangsúlyt, mikor munkát kerestem, hogy ha már nem a szakmában helyezkedek el, legalább a nyelveket használjam, amiket elsajátítottam gimnázium, illetve főiskola alatt. Én angolul és spanyolul beszélek. Akkor éppen az Alcoánál spanyolos kolléganőt kerestek a kifizetési csoportba. Spanyolul történt az interjú is. Ezt hál' Istennek akkor megugrottam, és így kerültem végül is az Alcoához. Nekem mindig egy nagy szerelem volt ez a spin racing. Nagyon régóta sportolok, ilyen csoportos edzésformákat, sok mindent kipróbáltam, és nagyon szeretem ezeket, szeretem variálni őket. Egy másik terembe jártam sokáig, és 2016-ban az az edző, akihez én nagyon szerettem spin racingre járni, ő helyszínt váltott, olyan szinten, hogy már nem Fehérváron tartja az edzéseket. Akkor én otthon voltam az első gyermekemmel, 1 éves volt akkor a kisasszony, és egyébként is azt éreztem, hogy nekem úgy most valamit kell csinálnom, valamit kell megvalósítani. És ez a kettő egyszerre adta azt az elgondolást, hogy akkor én jelentkezek egy ilyen tanfolyamra, megcsinálom, és akkor én majd tartok olyan edzéseket, amilyeneket én szeretnék igazából tartani, vagy egy ilyenen szívesen részt vennék. Meg szoktak lepődni az emberek, mikor először jönnek hozzám, valószínűleg azért is, mert lány vagyok, nem biztos, hogy erre számítanak, vagy nem tudom. Főleg mióta a gyerekek megszülettek, azt szeretem, hogyha már tőlük úgymond elveszem az időt, és eljövök valahova még munka után edzeni, akkor én ott tényleg elfáradjak, és azt érezzem, hogy az megérte, mert nyilván egész nap ülök egyébként a gép előtt, ahogy említettem is, és akkor ne csak szellemileg, hanem fizikailag is elfáradjak. Ezért elég erős és intenzív edzéseket tartok. Nagyon fontos a jó zene, az nálam alap, hogy ezt elég sűrűn és gyakran variáljam, tehát hogy változatos legyen, és hogy intenzív legyen. Ebben van minden, amit biciklin végül is meg lehet csinálni, azt én szeretem variálni. A spinning és a spin racing között nagy különbség van, ugyanis a spinning, ott is fontos a zene, de a tempó mégsem annyira. Tehát nem annyira figyeli a tempót, mint a spin racing igazából. Nem variálja, tehát abban például nincsenek karhajlítások. Ott maximum visszaülnek a bringára, meg kiállnak. Esetleg még a tempón, de nem a zene ütemében, hanem egyébként variálnak a tempón. Inkább pulzusszámot néznek ők, egy bizonyos tartományban tartják a pulzusszámot, és annak megfelelően edzenek. Számomra, megmondom őszintén, egy kicsit unalmas. Azért szeretem jobban a spin racinget, mert az mégis színesebb valamilyen szinten. Egy spin racing óra az elejétől a végéig teljesen meg van komponálva. Az elején, amikor elkezdtem tartani az edzéseket, akkor
akkor a délutáni alvás volt az, amikor a kislányom aludt ebéd után, amikor én leültem és készültem az edzéstel. Tehát, hogy ez tényleg úgy néz ki nálam, hogy előveszem a kis telefont, hallgatom a zenéket, mert én telefonról szoktam a zenét berakni edzésen, hallgatom a zenéket, és fejben már rakom össze. Tehát én folyamatosan, ha a rádióban hallok zenét, akkor is számolom az ütemet, már megy a fejemben, hogy erre mit lehetne csinálni, és hogyan. És akkor még sokat készültem ilyen szempontból rá, tehát ezek a délutáni hosszabb alvások jó alkalmak voltak erre. Mostanában már megmondom őszintén, egy idő után szerez akkora rutint az ember, hogy nem kell ennyire ilyen szinten készülni. Elég az, hogy esetleg munkaközben rakok be zenét, én azt munkaközben hallgatom, és akkor nekem már elég a zenével ismerkednem. És akkor itt én már csak rögtönzök. Egy órásak az edzéseim, én mindig egy kicsit rá szoktam húzni, ezt már tudják, a vendégek ismernek, úgyhogy tudják, hogy tőlem nem szabadulnak időben, bár időben elkezdődik, de kicsit tovább tart. Nagyon el szoktak fáradni az emberek az első edzésen, és ez itt valahol el is dől, hogy ő rákapott, és ez bejön neki, ez tetszik neki, és fog még ezután is jönni, vagy van olyan is, akinek viszont ez annyira intenzív volt, hogy azt mondja, hogy ő soha többet. A Hamentnél igazából én nagyon szeretnék mindig is, mióta a multihoz bekerültem, az alkoholhoz bekerültem, mindig nagyon szerettem új területeket megismerni. Nagyon örülnék annak is, hogyha esetleg idővel feljebb lépegethetnék. Ezt is igazából minden évben szerepelt annó is a célkitűzéseim között, mert nyilván van egy ilyen rendszerünk, amiben meg kell adni ezeket évről évre. Nyilván egy nőnek nem olyan könnyű, mert aztán jön egy gyerek, meg jön még egy gyerek, és kicsit keresztül vágja ezeket a dolgokat, de azt hozzáteszem, hogy soha nem csinálnám vissza, tehát ez így volt jó, ahogy volt, meg ők a mindeneim, csak kicsit azt érzem, hogy úgy valahol előről kell kezdeni az embernek utána. Mindig törekedtem arra, hogy ne sokáig maradjak egy pozícióban, ne ragadjak meg sokáig egy helyen, mert én nagyon szeretek tanulni, nagyon szeretek új területeket megismerni, és addig tudom borzasztóan élvezni a munkát, míg azt tanulom és megismerem. Ez abból a szempontból is előny lehet, hogyha később esetleg előrébb szeretnék jutni, akkor nem árt, hogyha egy csoportvezető több területet is ismer, és több területtel tisztában van. Hál' Istennek nálunk én azt tudom mondani, hogy ha ezt az ember jelzi megfelelő módon és fórumon, akkor abszolút nyitottak erre, hogy te kipróbáld magadat több területen.